nagyon fontos tihany, Balaton szemes, Balaton füred. hogy ez, ez mit, mit, akar, hogy évnek nem, év nem múlhat el, hogy ott hosszabb, rövidebb időt ne töltsetek, tegyük fel? Ö, abszolút nem múlhat el hónap, hogy ott ne töltsünk el, mert van ott egy, van ott egy lakásunk. Úgyhogy tudunk oda menni bármikor télen, nyáron, és még, és még a kertet se kell rendbe rakni, még vízteleníteni se kell, tehát a lakásnak nagyon nagy előnyei vannak. Négy évszakos. Ja, és fedett, igen és euh, egy hatalmas terasza van, úgyhogy ezt nagyon ottan el, el, tudunk időzni, és nagyon komolyan tudok, euh, tehát ahogy megérkezem szemesre, akkor, euh, akkor a, a és, és, a diasztól és értékeim is 15-tel, 15-tel lejjebb mennek. A felírták neked a balapod? Majdnem, hogy igen. Majdnem, szóval hogy. Szóval a az is sok mindent lehet túrázni, jók a tennéni, hogy a hajózás is, az is evidens volt, hogy beleszűrődött az életedbe. Hát ö, édesapám 77-be vette az első, én akkor két éves voltam, nem is emlékszem, hogy nekünk nincs hajónk. Tehát arra emlékszem, hogy van hajónk. A Tamangó nevű Folkebót, az egy, az egy skandináv néphajó, az a neve. És ö, ezt ö, édesapám halála után ö, oda ajándékoztuk a felújítás fejében, mert nagyon szépen felújították német Miklós egykori miniszterelnöknek és családjának, és a Füredi hajógyári kikötőben ott pompázik nagyon-nagyon szép állapotban. És én nem is szálltam vízre egészen 2020-ig. Na mi történt 2020 -ig? Na, történt hát abban? az, hogy én utoljára az apámmal vitorláztam, és nem, nem érdekelt így ez nélküle. Hogy nem tudom, hogy, hogy... De akkor egyszer csak nagyon, nagyon hiányozni kezdett. És egy barátom élő Gábor már nagyon régóta kapacitált, hogy nem sok mindenkivel venne hajót ő, de velem igen. Vagy valami közös dolgot csináljunk, és akkor így sikerült egy olyan hajót választanunk. Egy, igaz, hogy már 40 fölött van, de nagyon jól tartja magát. Hát majd, mint én. Tehát, igen, vannak itt-ott kis nyavaják, de az, az attól még jól működik. <laughs> Úgyhogy van egy, van egy kis hajom ott szemesen. És, milyen, és pont amikor beszéltük, így az adás, hogy az utolsó nap, hogy milyen volt így az utolsó nap, vagy milyen érzés hogy ott hagyni a Balaton. Úgyhogy mondjuk ti bármit. Borzalmas, elmered. mindig borzalmas eljönni. Utálok eljönni, megérkezni szeretek. Szemesről eljönni az nagyon rossz. De, de Füredről is rossz eljönni, meg tihany, az egész Balatonról rossz eljönni. Hát ott jó lenni. Nagyon. Oda kell költözni. Hát ezt, ahogy a Kern mondta, hogy a, a Balaton be van bújtorozva. Ez, ez volt a Kernnek a dumája, és ez egy nagyon jó mondat. Mert nyilván apámra mondta, de én is úgy érzem, hogy, hogy ott, ott, természetes közegem. És mi az első emléke emléked a Balatonról, hogyha visszapörgeted az időkerekét? Mi, ami beugrik első. Amire emlékszem? Belecsúsztam a rámpáról a, a vízbe, mentő De két éves voltam, nem tudom, hogy emlékszem rá. Isteni volt.